3 éves Európa legnagyobb fogyatékos barát közösségi és kulturális tere, ahol jelenleg is 13 megváltozott munkaképességű fiatal dolgozik. A budapesti kávézó tulajdonosa és ötletadója, az ATV műsorvezetője, Kárász Róbert, aki szerint a projekt annyira sikeres, hogy jövőre egy újabb közösségi teret is létrehoznak. Hát így nagyon nagy a szeretet. Móni szeme könnybe lábad, amikor a munkahelyéről mesél. Az enyhén értelmi fogyatékos lány 2 éve dolgozik ebben a budapesti kávézóban. Sokat felelek a tisztaságért, meg így besegítek így a többieknek is valamikor úgy leszedni az asztalt. Európa legnagyobb alapterületű fogyatékosságbarát közösségi tere 3 évvel ezelőtt jött létre. A dolgozók között 13 Mónihoz hasonló, megváltozott munkaképességű fiatalt is foglalkoztatnak. Van köztük kukta, pincér és tisztaságfelelős is. Nagyon sokat szemét, hogy van egy kötelezettségtudat, hogy igen, neki be kell jönni dolgozni, igen, a munkaidejét végig kell dolgozni, igen, a vendégeket ki kell szolgálni, tehát nem csak az, hogy most van kedvem. A kávézó ötletadója Kárász Róbert. Az ATV műsorvezetője azt mesélte, kezdetben nem sokan hittek a projektben, mert úgy gondolták, az emberek majd félnek bejönni egy olyan helyre, ahol fogyatékos emberek is dolgoznak. Nem így lett. Tényleg van társadalomformáló ereje. Nagyon sokan a visszatérő vendégeink közül most már csak azért jönnek be hozzánk, hogy találkozhassanak mondjuk Gyurcival, Istivel vagy Mónival. A 3 éves születésnap nem múlhat el gyertya és lufik nélkül. Az ünneplésen ott volt Szekeres Pál miniszteri biztos is, aki maga is lelkes támogatója a kávézónak és az évente megrendezett munkahelyteremtést segítő jótékonysági maci aukciónak. Első meghívásra én is jöttem, és hoztam magammal egy olyan macit, amit a Sydney Paralimpián kaptam a kinti magyar közösségtől. Egy relikviát hoztam, egy panda macit kezében az ausztrál zászlóval, és sok-sok kedves aláírással, és nagyon nagy örömre 1 millió forintért kelt el. Jelenleg a fogyatékkal élők mindössze 10-15%-át foglalkoztatják Magyarországon. Nyitrai Zsolt abban bízik, az ehhez hasonló munkahelyek száma országszerte növekedni fog. Törekszem arra is, hogy lehetőség szerint tudjuk népszerűsíteni ezt a helyet, minél több kormányzat és egyéb szakmai rendezvény és konferencia jöjjön ide Premier Kult Caféba. A kávézó kulturális térként is funkcionál, gyakran adnak helyet kiállításoknak, koncerteknek is, amelyek a fogyatékossággal élők művészeti tevékenységét is bemutatják.